Kapsz tőlem egy feladatot? Igen. Nem azt mondom, hogy ilyen még soha nem történt meg veled, de hogy nem ezeket a lemezeket szokták veled dedikáltatni de első körben, az egészen biztos. Hova dedikáljam? hátulra vagy előre? Hát, ha még felismered a régi énedet, akkor Persze, oda is felismerem. jó, meg a, borító, a nyitó borítóra is. Jó, jó akkor mindenhol van. Takács Tamás no. egy szenátor lemez dedikál éppen itt a felvétel pillanatában Lentulai Krisztián vagyok, ez itt a Bezzeg. Köszöntöm a nézőinket. És azért mondtam azt, hogy nem hiszem, hogy szenátor lemezekkel szoktak bombázni, mert inkább a kártágó és az ízt kapcsán vannak mm -hmm. ilyen aláírási meloid. Milyen érzés egy ilyen e, Nagyon jó, Lát, én, én nagyon érzettem, szeretem, ez egy méltatlanul elfeledett lemez annak idején, valamiért nem lett sikeres, annyira, mint amennyire számítottunk rá, és, és azért is van alkalmam ritkán aláírni, mert kevés fogyott belőle, viszont nekem még van otthon belőle három darab. Bakelit? Bakelit. Kazettán megjelent? Azt nem tudom. Én, ö, én ilyen gyűjtő vagyok, tehát van ilyen, én úgy hívom, hogy köteles példány, valamelyik <laughs> irodából vettem át ezt a kifejezést, de hogy hogy nekem mindenből van köteles példányom. Talán egyet kivéve a, a, a Húzom az igát című Takás Tamás Dirty Blues Band lemezből nincsen, mert lenyúlták valaki lenyúlta, lehet, hogy az egyik fiam, és még, még az, azt is ritkán kapni. Tehát most vadászom a fekete piacon, vagy a mit el, piacon. simán, Havonta az ELTAU-lában van lemezbörze, és Na, a ilyen hely. úgyhogy Aha. ott esetleg ilyen, már lehet, hogy ötjegyű értéken lehet. Egyszer, föl, egyszer fölmentem a netre, hogy mennyiért lehet kapni, és valami 28 ezer forintért árulták, nem vettem meg. Mutatom azért ezt a lemezt, a szenátor egyetlen nagy lemeze, igen. Szekeres Tamással, somlajossal, gigorkároja Vargalászlóval és az itt helyet foglaló Takács Tamással. Dicső 80-as évek. Igen, úgy, hogy... most valami ilyen, ezek ilyen nagyon titkos tudások, nem tudások, sejtések, vagy hallomások, hogy állítólag készül valamelyik kiadó megvenni a Hungarottontól, vagy maga a Hungarotton, de hallottam ilyen plegykákat, tényleg vicces, hogy én szerepelek rajta, de csak plegyka szinten, hogy állítólag ki fogják adni CD-n is. Az nem lenne Mert rossz. Mert hogy még. ez abban az időben kulunutasnak számított? Igaz? A igen, igen, én nem tudom, a, ez a, a, a Lajosnak a piramis ö, után volt ez az arany, mit tudom én, baromság, egy, egy, csinált ügy az arany. Start a Igen, arany és akkor ő, őt aztán valahogy nem tudom, hogy rehabilitálták egyáltalán, vagy nem, de tök mindegy, de ez valahogy kijárta az erdősnél, hogy lehessen egy lemezünk, de, de hát mindegy. Szóval nem, nem tudom, gyanús körülmények között készült a lemez. Most... Jó, egy kicsit túlzás ez a gyanús, csak olyan furcsa, én se értettem semmit. Fiatal voltam még nagyon, és magasról tojtam erre az egész ilyen politikai hacacárékra, meg kikit utál, és kikit szeret, meg nem szeret. Én ebből mindig ki, megpróbáltam kimaradni. A nagyon banális dolog miatt jutottál eszembe, és örülök, hogy itt vagy, és, és beszélgettünk remélhetőleg egy jó Tomival, hogy kikerült a, én nem tudom, kinek volt ez valaha, meg vhs en egy osztrák helyszínen lévő felvétel, ahol fellép a szenátor zenekar, fényes nappal korai délután mm. hosszú hajak, tehát a korabeli stílusnak megfelelő rajongók és, és művészek a színpadon, soha nem látott felvétel, és akkor egy rengeteg komment érkezett, és akkor írtam hogy hogy imádtam ezt a zenei világot, de valami miatt mindenkinek szaladgálnia kellett annak idején a színpadon, mm. és erre Takács Tamás oda kommentelt, ha még emlékszel rá, hogy hát igazából ez nem nem feltétlenül az elvtársak elvárása volt, vagy valami ilyesmit írtál, azért mondom, atya Isten, de Tomit be kéne hívni, mennyi sztoria lehet? Hát van néhány sztori, bár a nagy részük nem nyomda festék, nem tűr nyomda festéket, de, de, de nem elvárás volt, sőt, egy kicsit még bosszantottuk is. Egy korábbi alkalom volt, a, a, még a Szigeti Feri szokta mesélni, hogy mikor bemutattak engem, vagy, vagy bekerültem ugye a Kártágóba, és akkor és akkor még ez úgy volt, hogy, hogy, a kártágonak már nem kellett vizsgáznia, vagy ilyen ori vizsga, vagy ilyesmi, de valami illetékes elvtárs kijött, és megnézte az első vagy második koncertet, és és a Feri talán még a nevét Inkognitóban is... mentek akkor ilyen, ezek a figurák? Nem. Tehát ez nem, ez, ez konkrétan, tehát az Oritól kijött valaki, hogy ne Ori vizsgázni kelljen, hanem megnézték a koncerten ezt az új zenekart, és mondom, hát nyilván a most nem tudom, honnan kezdjem a KH-tól, de hogy, 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 hogy. Akik már beválták, azért a, a Szigeti Ferinek volt már egy pozitív múltja. Úgy értve pozitív, hogy a Korvina az egy ilyen sláger volt. Ugye nagyon jó zenekar volt, semmi baj, de nem volt veszélyes semmiféle rendszerre. De, de azért, tehát ilyen szempontból volt benne bizalma a rendszernek, de azért eljöttek megnézni, mert a végül is a Gidó gyanús ember a beatrice Hát meg hogy Meg egyáltalán az, rockzene, az igen, az, az, egy gyanús dolog volt mindig a rockzene, és, és, és akkor megnéztek engem, és hogy visszatérjek a saját sztorimra, hogy állítólag a Feritől megkérdezte, hogy jó, jó, ez a kisgyerek, ez a takács, vagy hogy hívják, ez a kisgyerek ügyes, de miért nem tud rendesen megállni egy helyben, mint a Vikidál, vagy a Szörényi, miért ugrál, mint valami hülye gyerek? És akkor Feri megvédett, hogy hát ez magától jön neki. Ami, ami, igaz is volt, mert, mert most itt beszélgetünk, majd észre fogod venni. Anyukám szerint én, hogyha lekötöznék a kezeimet, beszélni se tudnék. Tehát, hogy ez... Ez embertípus kérdése, olyan vagyok, aki így mozog és gesztikulál. Nem én leszek az első, aki ilyen Mick Jagger kopiaként vádol meg téged a szónak a jó értelmében. Jó. Tehát a mozdulataidban egyértelműen ott van az a világ. Hát biztos, biztos hogy, hogy ez valami születési rendellenesség, mert mert még korábbra is tudok menni. E, e, valamikor a 70-es évek közepén a Füleden játszottunk a Vitorlásba Forma nevű fél amatőr zenekarommal. Azért fél amatőr, mert lemezünk nem volt, de Tehát játszottunk tudnék erről is mesélni, hogy, hogy, egy szerencsés korszakban nőttem föl, röviden hozzáteszem, amikor még nem voltak olyan menő diszkós cuccok, meg ilyesmi, és akkor mit tudom én, ilyen szalagavató bálokra, vagy ilyen helyekre nem egy DJ-t hívtak, aki ott mit, mit, valami gépzenét adott, hanem rendes zenekarok, és akkor mi játszottunk a Boniemtől kezdve a Led Zeppelinig mindent és Füreden 77-ben odajött valami egy házas házaspár, valami holland és bel, vagy belga házaspár, és mondták, Ekkor hogy te 20 éves vagy. Igen, igen. 20 éves voltam, és mondták, hogy hát, hát ez, 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 hogy hívják magát, bemutatkoztam, és akkor mondta, hogy, most, most ki kéne menni, magából világsztárt csinálunk, maga egy új Mick Jagger, meg mondom, hát ahogy ez, ezek a mozdulatok, mondom, bevalom neked ősz, maguknak őszintén, hogy én még életemben nem láttam a Mick Fényképpen láttam, de filmen, én akkor még soha nem láttam életemben, hogy állítólag úgy mozgok, és mondták, hogy nem érdekli őket semmi, engem kivisznek, most beraknak a csomagtartóba, és kivisznek, és emlékszem, aztán berugott már Csávó, és mondta, hogy én magából milliómos leszek, elkezdett ordítani, és mondtam, hogy sajnos én még nem mehetek sehova, mert nem voltam még katona, és nincs útlevelem. Tehát, tehát nem tudta kicsempészni az országból, de hát biztos van egy ilyen, most a Mick Jaeger-re visszatértve, biztos van egy ilyen, egy ilyen embertípus, aki nem fér a bőrébe, és nem tud egy helybe megállni. Én ilyen típus vagyok, sportolóként is. Nem tervem, hogy a kronológia szerint haladjunk. De egyébként nem a... is szerettem, én, én beatles voltam tinédzser koromban, tehát én nem voltam. A Rolling Stones, az valamikor 78-ban vagy 79-ben láttam a tévébe valami párizsi koncertjüket először, és akkor esett le, hogy ezek miért játszanak ilyen hamisan, meg, meg, meg izé. de nekem addig mindig az volt, hogy fú, az a Mick Jager, ez hamisan énekel, és ott össze-vissza gitározik valami barom, és, és aztán láttam, hogy ez mi a mentalitás, Igen, ez, hát a pök, ez, a pökhan, ez a pökhendi mindenbe beletolyós mentalitás. Ez vizuálisan már lejött, de amíg nem láttam vizuálisan a zenekart, addig engem ez nem érintett meg. Hajlamos vagyok, nyilvánvalóan nem vagyok nagy sztonszos, én is azt a poén mindig elsőni, hogy lemezen is hamis. Igen, de egyébként igen. De miatt nyilván aki, aki nagyon szereti a zenekart, borzasztó. Megsérkedik. Mérges tud lenni, hogy ne. Na szóval, Tomi, nem volt tervem ebben a portré műsorban feltétlenül kronológia szerint maradni és haladni, de amikor mondasz egy olyan dolgot, amiben párhuzamokat vélek felfedezni a mai kor zenéje és mentalitása között, akkor azokat nem hagyhatom ki. Zania. Az volt, az volt a, hát a párhuzamokat Igen? találni, csak a megoldások lesznek uh -huh. nagyobb nagyon mások, meg a körülmények mégis. Szóval amikor neked valaki 20 évesen azt mondja, hogy belőled világsztárt fognak külföldön csinálni, de te nem mehetsz, mert nem voltál még katona, akkor ha a mai maikor zenészeire gondolunk, és visszamehetünk az elmúlt 15-20 évre is akár, akkor akkor hogyan lehet a, a lázadást, mint jelenséget megfogni a ti esetetekben? Egészen más körülmények, nehezítő körülmények voltak a zenész létben, mint a maiaknak. Mégis a maiak most úgy tűnik, hogy belépnek akár így össztársadalmi szinten is a közélet formálói közé, miközben adott esetben a tizedét nem tapasztalták és nem voltak nehezítő körülményeik annak, mm -hmm. mint amiket ti átéltetek akkoriban. Én nem tudom, hogy ők mennyire közéletiek, én úgy látszik erre nem figyeltem. Jó, most legutóbb volt valami Igen, a pont, üntetés, a sor, arra, valami elmondott embert, valami, néhány közhelyet megbozdott, elmondott megbozdott. valami is rác, De de mm. figyelj, ezeket a Ezeket a most mindegy közhelyeket, vagy, vagy, vagy ilyen szabadságvágyas kijelentéseket mi is tettünk, csak ezt azonnal a rádióban, vagy a tészta, ezt, ezt én nyilvánosan teszem, akkor azonnal elvittek volna a gulágra, vagy hogy mondjam. Tehát, tehát mi nem mertünk ilyen bátrak lenni. Nyilván, ami, ami normális, mert a társadalmi környezettől függ. Tehát, hogy ma, ma, tulajdonképpen igazi hátrány nem szenvedettől az ember, akkor nagyon komolyan lehetett, tehát nagyon komoly hátrányt lehetett szenvedni, akár betiltásig. Tehát olyan dolgokért betiltottak zenekarokat, amik ma már nevetséges beszólásokért, mint az illést, mert azt mondták, hogy mit tudom én, itt jobb a zene Angliába, és akkor rögtön tiltották másfél évig. Nem tudom a konkrét dumát, de hát aztán később kiderült, hogy a Requiem című színű... Kártágó nótát például úgy csempészte ki a Szabad Európa rádióhoz, a, azóta kiderült, a Kóbor János volt az, aki, aki, aki ezt kicsempészte, mert addig próbálták úgy betiltani, mert hogy biztos kábítószerről szól a dal, és akkor, és akkor ez majd megrontja a szocialista ifjúság erkölcseit. Hát szóval nagyon vigyáztak ránk. Mondjuk én nem voltam egy nagyon rebellis, tehát most nem kezdtem el. De hát ahhoz képest, na mindegy, most nem is akarok ebbe belemenni nagyon, mert hogy, hogy néha mondják itt, hogy hú, izé, micsoda elnyomásban én Van, aki ezt, ezt mondja, a hogy elnyomásban él. Nem hogy diktatúra van szó. de hogy is, nem vicce. Hát ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy próbáltál volna 1981-ben, mit K1G felirattal fölvonulni Budapest utcáján. <laughs> ma nem Kádára Jánosra gondolok, tehát, hogy ma meg vidáman vonulgatnak most, Isten bocsássa, tehát semmi, ne viccej már, tehát olyan szabadság van, hogy azt el nem tudják képzelni a fiatalok. A szabadság nem hat negatívan az alkotói folyamatokra? Lehet, de lehet, biztos, én nem tudom. Szerintem meg másokból van az, hogy ma már, tehát na, hogy mondjam, mi egy, tehát egy, egy végülis kezdődjék, kezdjük megint a KH-tól, tehát kezdődjék a, a a, a Beatles-szel, vagy a... Vagy a ha a talán korábban... Tomi, szabad ne feled, az a te kamerád, úgyhogy törzsel egy kicsit. Jó, csak meg, én meg, szeretek, hogy mondják, szeretem a szemkontaktust. Most pont, ha már YouTube-ról beszéltünk, na, szeretek kalandozni. Szóval a földes Lacit láttam valami YouTube-on, ahol azt mondja, nézz a szemembe, de Terror, valami nagyon csúnyát mond, tudod? Én, meg, én meg ilyen vagyok, aki a szemébe néz annak, akivel beszélget, tehát szeretlek látni, hogyha tudom, hogy több millió rádióhallgatóval beszélgetek jelen pillanatban, több tízmillió rádióhallgatóval, viccelek, de, de de akkor is szeretem, ha van kontaktus. Na, tehát visszatérve az eredeti témára, szá, szá, szerintem tehát az, hogy az, hogy az én fiam fogja magát, és elmegy egy, mit tudom, egy Totó koncertre Svájcba, hát az nekem az én időmben az elképzelhetetlen volt. Tehát mi, mi hivatalosan végre egyszer eljutottunk Ausztriába, és az osztrák menedzserünk azt mondta, hogy most itt maradtok legalább egy hónapig, és rommát úrnézzük magunkat Ausztriába, és mondtuk, hogy jó, de előbb engedélyt kell kérni az Oritól, és akkor beírtuk, ezt akkor Oributól visszajött, hogy szó se lehet róla, mert Nyéklátházán bulia van a Kártágónak, meg és ha hazahoztak, és Hogyha nem jövünk haza, akkor, akkor hogy hívják, minek ö, nyilvánítanak, és mit -e? meghurcolják a családunkat itthon, vagy valami. Hát ma már úgy jönnek, mennek a fiatalok. Hála, jó Istennek! De várj, amiről te beszélsz, Hallen az azt már ugye puha diktatúrának. Puha diktatúra nevezni. volt, de diktatúra volt, szóval nem. Tehát el tudtak vágni téged a, azzal, hogy nem, minket is elvágtak ilyen szinten, hogy nem, nem maradsz ott. Szó se lehet róla. Hát ez, fú, ha nekünk ilyen jó dolgunk lett volna. Ja, és vissza, hogy a, miről akartam beszélni. Tehát, hogy a, az Amerikában az Elvis Presley-vel, a, a kicsivel később Angliába a Beatles, Rolling Stones, olyan forradalom, olyan kulturális forradalmat csináltak, nem azért, mert olyan jó fejek voltak, valószínű, nem voltam ott, hanem valószínű, megérett rá, tehát egy egy társadalmi olyan, fölnőtt a második, én úgy szoktam mondani, hogy a második világháború utáni első generáció, akik, akik soha többé nem akartak olyanok lenni, mint a szüleik. Aminek akkor volt társadalmi ér, ér, értéke, tudnilik, tudnik a szüleik csinálták a második világháborút. Most tök mindegy melyik oldal, most tudom, hogy persze. ez kis összemosás, de hogy meg akkor is atomháború, meg hidegháború folyt, mit tudom mi még tudták, hogy a, mit, szóval a világ legnagyobb szégyene, holokauszt, ennél nagyobb szégyene nincs a világ világtörténelemnek, és akkor ezek, az, ezek a srácok ilyen tizenévesen azt mondták, mi nem akarunk olyanok lenni. És ebből kinőtt valami forradalom, féle, egy kulturális forradalom, nem fölülről jövő, mint a kínaiaknál, hanem egy alulról jövő, mit tudom én, ez a, a Beatles például, aki, hogy jaj, Liverpooli proli gyerekek vagyunk, de világhírre föl. És, tehát ez egy akkora robbanás volt, ami elhatott egészen a 70-es évek, 80-as évek elejéig, közepéig. Na most a mai fiataloknak most mi ellen Figyelj, már az apám is járt rock koncertekre. Most az apád ellen már nem tudsz lázadni most mit, akkor most milyen, mivel lehet még lázadni, mit tudom én, kézen fogva sétálok a haverommal, és márolok vele, vagy az éjsz, akkor most homoszexuális, de homoszexuális, meg nem vagyok. Vagy, szóval, nem, szóval nem tudsz igazán, szóval, hogy, most mivel? Tehát nehez, a nekik a gyerekek is se tudtak már ellened lázadni? De nem nagyon, hát nem nagyon. Annyit tudnak csinálni, hogy nem lépnek föl velem közös színpadon, de, de mert nem akarnak úgy járni, mint akik voltak előttük, akik ilyen izé, hogy akkor az én kis a fiammal szeretnénk elénekelni egy dalt, és ott áll egy öt éves kisgyerek, aki össze-vissza magát. Én sose szerettem az ilyesmit, úgyhogy én abszolút megértettem őket. Tehát mi már ilyen liberális szülők, születésünktől fogva a hippi nemzedék, meg rocker, tehát mi már... És akkor most a, a lázadás ellen lázadni, hát még azt tudom elképzelni, hogy kopaszra nyírják a fejüket, de hát az én koromban is voltak kopaszok, azok voltak skinheadek, tehát, tehát külsőségekben nem tudsz lázadni. Szóval ne, a mai fiataloknak ilyen szempontból sokkal nehezebb, ez kétségtelen. Mert ha a fejet tetejére állsz, akkor se fogsz akkora botrányt csinálni, mint amit mondjuk mi tudtunk csinálni, egy színpadra fölugrott, egy dobdobóra fölugrottam egy nagy terpezbe, és akkor mondták, hogy mit ugrál ez hülye. Tudod, és hát ma már, már annyian ugráltak fel a dobdobogóra, hogy már ezzel nem tudsz föltűnni. Nőnek öltözöl vagy, szóval nem tudsz mit csinálni. Tehát ilyen szempontból nekik ne nehez... Meg a másik, hát tömeg, hát hatalmas tömeg. Tehát azért akkor nem volt ennyi zenekar. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy, hogy eldobsz egy, az utcán egy, ma Budapesten eldobsz egy követ, akkor ötből háromszor eltalál egy gitárost, egy önjelöld gitáros. Tehát, tehát ma, ma sokkal nehezebb nyilván befutni. Visszasírod a maga a tömegpszichózis jó energiái miatt a 80-as évek? Nem, nem nagyon érdekes. Az, az, azt visszasírom, hogy ma már nem tudok felugrani egy dobdobogóra egyetlen, egyetlen laza mozdulattal nem tudnék, hanem itt úgy kéne fölmásznom, hogy egy közben, mint amikor a medencéből másznak ki a, a nyugdíjasok. Tehát ezt nyilván, de hát, de hát ez nem kor, már úgy, hogy ez nem korszak kérdése, hanem a az emberi test elhasználódásának kérdése, mert akkor percen belül musztam a száz métert, most meg szerintem két perc alatt úszom le a száz métert, tehát nyilván a fizikai állóképessége nem olyan az embernek, de ilyen olyan szempontból, szabadság szempontjából nem sír. Á, sokkal, tehát sokkal jobb most nekem. És hála Istennek még egészséges vagyok, majd hogyha itt ágynak esek, akkor azt mondom, hogy bezzeg milyen jó volt a 80-as években, mert akkor de. még nem estem az ágynak. De, de úgy egyébként nem hiányzik. Tomi, ha már az imént azt kérdeztem meg, hogy a szabadság hathat-e negatívan a rockzenében, popzenében az alkotói folyamatokra, akkor muszáj megkérdeznem az, hogy a te megtérésed az, az tudott-e bénítólag hatni? Valószínűsítem azt fogod mondani, hogy egyáltalán nem, sőt, de hathat-e bénítólag az, hogy egy olyan, olyan korszaknak voltál, és, és tulajdonképpen ma is vagy a lenyomata, amely korszak egy picit a hedonista, kö könnyű zenei világot hozza. Értem és egyébként sokunkban jó emlékeket ho hordoz. Most persze annak megvoltak a maga árnyoldalai, mert az egy életvitelt is megkívánt bizonyos szempontból, de onnantól kezdve, hogy te megtértél, onnantól kezdve, volt dilemmát, hogy mit kell megtagadni ebből, és mit nem? Volt, persze, persze, de de ne, nem volt olyan nehéz a dolog tudni, hogy olyan dolgot kellett, vagy nem kellett, olyan dolgot tagadtam meg, amivel már tele voltam, tehát a, hogy mondjam, tele volt, nem akarok csúnyán beszélni, de tele volt a tökömvel, uh -huh. hát, szóval, tehát én eljutottam már arra szintre, hogy hogy hogy, hogy érzékeljem azt, hogy ez nem tesz boldog. Tehát ez segítette az én megtérésemet, és már mi, mi, mikor már valamitől meg kell, na, szóval nem csinálok már olyat, amit már amúgy is unok. Tehát, nyilván, tehát nem volt egy nagy áldozat, hogy úgy mondjam. Nyilván, e, nyilván. Mármint az italt e, és a csajozást meg lehet adni? Per, abszolút meg, abszolút meg lehet. Tehát mind a kettőt. Tehát a, a mert akkor addigra látod a gyümölcseit. Látod, hogy ott ülsz, mit tudsz, 40 évesen és elvált szülő vagy, és a láthatásra kell vinned a izé, a menned a gyerekethez. Rájössz, hogy hogy iszonyú rosszul tudsz lenni másnaposan. De ezek, tehát, ne ezek, ezek nem szép gyümölcsök, nyilván. Hát azért, na ezt. most erre mondtam a negatív gyümölcsöket, tehát hogy te, hogy ne lehetne beleunni. Tehát meg, 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 meg Hát nem tudom ezt jobban kifejteni. Tehát, tehát el, eljön az ember. Arra a pontra, mit, nem tudom, mit érzett Jim Morrison, mikor infartust kapott a párizsi fürdőkádjába, de, de, de biztos, hogy nem elégedettséget érzett. És mikor te is érzed ugyanezt a feelinget, hogy most fogsz meghalni, akkor azt mondod, hogy ha nem is vagy hívő ember, azt mondod, hogy édes Isten, most segíts, hogy ne halljak meg. Ö, Igaz, hogy akkor én viccesen szoktam mondani, hogy ha meghalsz, akkor többen fognak a pólójukon ö, téged viselni. Tehát, mit tudom én. Több millió. Hát, a divatipar is rá. Persze, ráad. Több, millió, több millió Kurt Kobem és több millió Jim Morrison igen. pólót lehet eladni. Ramón 15 pólót, éves Igen, persze, van. és Izé lehet. Rettenetes mennyiségű pólót lehet eladni, de azt te már a földalól vagy a Izé, vagy a pokol mélyéről, vagy most hagyjuk, hogy ki hova kerül, mert az urnál van a kegyelem, de hogy, hogy honnan nézed, hogy mennyit adnak el a pólótból. Nyilván tehát egy idő után, ilyen 40 körül az ember, legalábbis nálam akkor jött el ez az időpont, mikor azt mondtam, hogy na én ezt nem. És akkor volt egy másik alternatíva, hogy örök élet, Jézus Krisztus megváltotta bűneidből. Ó, mondom az izé, akkor ami nekem, amikor elindultam kifelé a megtérőjét már elmondani, az, az biztos van valami kalmár lélekben, mert azt mondta a, a prédikátor kint a, a színpadról, azt mondta, hogy hogy, és aki megvajja az emberek előtt Jézus Krisztust, azt Jézus Krisztus megvajja az atya előtt. Mondom, ez egy jó üzlet, már megyek is. De hát, és, és egyrészt, másrészt meg felszabadító. Nyilván a, a rajongóknak nem fog jót tenni, meg... meg mert azok a csajok, akik azért jöttek attól, és észreveszik, hogy én már nincs náluk esély, nálam nincsen esélyük, azok többet nem jönnek a koncertre amitől aztán viszont azok a fiúk se jönnek a koncertre, akik azokat a lányokat akarják fölszedni, akik azt akarják, hogy én fölszedjem őket. Tehát láthatólag az első időben csökken a közönség. Tehát ez De... ez egy gazdaságilag hibás döntés az első szempontból. Igen, 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 igen. igen. Tehát a rock, rock and roll gazdaságilag ez egy hibás döntés, de, de én úgy döntöttem, hogy az üdvösségem többet, meg a, a, de akár fizikailag is, tehát még csak el sem menjünk a mennyországig, itt a földön is már sokkal jobb dolgom van. Azóta meg, ilyen... megbízható férj vagyok, számíthatnak rám a gyerekeim. Ide is ide értél adásba. Ide érek adásba, nem vagyok rosszul reggelente, Szóval ilyen, ilyen pórias, ilyen pórias dolog, kispolgári, fúj! Na, szóval ez a, ez a rock and roll. Viszont, viszont visszaadja a lázadás szellemét az úr. És pedig? Mert rengeteg embert lehet fölbosszantani azzal, hogy te hiszel Jézus Krisztusban. Na, azért Nagyon azért hadd vegyem át a szót, mert már egy perccel ezelőtt is ide akartam kiukadni. Annak idején, amikor nyilvánossá vált, hogy a Takács hívő lett, milyen cinkeléseket, támadásokat kaptál, meg tizedelődötte a, a baráti köröd, és látod-e ma azt, közösségi médiára jellemző igazán, mm. a fotelből nagyon könnyen lehet gyűlölködni, mm. hogy aki megvallja a hitét, vagy már meg sem kell vallja, tartozzon egy politikai részhez, mm. amely értékként tekinti a kereszténységet, olyan szintű bélyegzést kap, hogy arról koldul. Ezt én pozitívan akkor most megelőztél, vagy megutólagoztad a kérdésemet, mert én is magamtól errefelé kanyarodtam, hogy ez ebbe, ez nagyon jó kis, ez egy ilyen negatív látszó, vagy pozitív, végül is én nekem pozitív, ez, egy, ez, is egy lázadás, tehát nagyon jókat lehet lázadni, én kifejezetten élvezni szoktam, amikor engem lehülyéznek, megpróbálnak megzúzni, eszembe jut, akkor ha már a hitnél tartunk, eszembe jutnak az evangéliumok, a, meg a apostolok cselekedeteiben is van egy csomó olyan hely, mikor, mit tudom én, a három-négy apostol bemegy egy faluba, hirdetik az igét, és van, ahol megtérnek egy csomóan, de van, ahol mit össze-vissza verik őket, lerugdossák a vesélyüket, minden is mennek ki, és elkezdenek ki, le van írva, hogy örvendezni kezdenének, kezdének, vagy, hogy régies ragozással, hogy milyen erősen hirdették az evangéliumot. Tehát az, amikor te erősen hirdetted az evangéliumot, akkor nem csak egyrészt van gyümölcs, pozitív gyümölcs, akik megtérnek, mondjuk, de van egy negatív, akik olyan szinten tudnak gyűlölködni, hogy mondom, az apostolokat időnként jó megverték. És, és mondjuk engem még nem akartak, de már egyszer akartak megverni, de az más. A miért? Nah, miatt? Olyasmi, igen. Aha. Nem pont, nem pont az volt, hanem írtam egy olyan nótát, hogy jaj, de jó, hogy nem vagyok kápszeres, pedig néha egy-két haver felkeres, egy blues -t. És egyik kollégám magára vette, hogy engem cikizem, de hogy is, mert lefejellek, mondom, hogy nem akartam semmi rosszat, én csak örvendeztem a fölött, hogy nem vagyok. Itt például és én az vagyok, mondom, biztos nem vagy, te tudod, vagy mit, Na mindegy, részletkérdés, de hogy, tehát föl egy, bizonyos, van egy van egy, bizonyos réteg, akiket rettenetesen föl tudsz ezzel paprikázni, és, és, és akkor én, nekem van, van, ebbe, szóval van egy ilyen örvendezés, hogy úgy látszik, úgy látszik, azért van hatása annak, amit mondok. Ha kicsit kilépünk a határainkon túlra, akkor megállja még a, a mondás magát, Tomi, hogy Európa keresztény? Csak mert magának az uniónak alapvetően a fundamentumai közé tartozik, hogy keresztény alapokra hozták létre és épült, de most már kicsit úgy érzi az ember, hogy, hogy ezzel magára húzza a veszedelmet, hogyha ezt kimerítettem. Ez egy, ez egy elég bonyolult kérdés, ez kétségtelen, tehát a, a kulturális alapjai kettős, két lábon áll, most csak kulturálról beszélek, mert, mert azért csak kultúráról, mert azért a kereszténységnek is van egy, nem is egy, de olyan elhajlásai, ahol ahol, a, ahol hogy mondjam szóval, a középkori pápaság rengeteg, szóval rengeteg tévút van ott is. Attól még, hogy valami keresztény, valaki kereszténynek mondja magát, attól még nem biztos, hogy az. Most nem kell a mágiákról beszélni, meg ilyesmi, hogy, hogy miket, meg mit tudom én, pápák, miket csináltak, milyen orgiákon vettek részt át. Tehát azért nem minden, nem minden szent, ami kereszténynek mondja magát, de kulturális szempontja, mégis az, hogy hirdetni a, az evangéliumot, hogy hol le... Van egy nagyon éles határ, ami meg, ami hogy hol van szabadság. Ahol lehet hirdetni az evangéliumot, ott van szabadság. Ahol nem lehet hirdetni, ott nincs. Ez, Ez ilyen a... nagyon egyszerű, Igen. és... Kulturálisan pedig az két lábon áll Európa. Egyrészt a, a görög-római görög hagyomány, mert azért az, az ne, arról ne felejtkezzünk el, irodalom, festészet, művészet, stb. 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 És van egy filozófia, akár költészet, és van egy egy zsidó-keresztény hagyománynak nevezzük így, mert még nem nevezzük, ne nevezzük még keresztények, zsidó-keresztény hagyomány, amelyik a tíz parancsolaton, illetve annyival lép egyet, lépett az úr is, mert ő is dinamikus, bármennyire az örökké valóságban él, most nem akarok teológiai előadást tartani, de megtehetem, át. hogy a, ha, ha, úgy érzed, hogy, hogy három... tudod, figyelj, az igazság, nem. gyors leszek, az igazság érdekében három időt is adott az emberiségnek az úr. Hogy, de az nem azért mert, azért, mert nagyon okos, mert hogy nem mondhassd azt, hogy te nem kaptál lehetőséget, az első volt a totális, úgy hívják, hogy lelkiismereti korszak, ez a, ez a bűnbeeséstől Noéig, mondjuk, amikor azt mondta, hogy azt csináltok, amit akartok. Nem kellek én, ugye ettek a jó, ami a jó és rossz tudás fája, az azt jelenti, hogy nem érdekel, mit mondott az Isten, majd én megcsinálom. Te vagy ön, máig is van ez a szellem, te vagy önmagad Istene, ami te akarsz lenni, az leszel. És mondta az Isten, hogy jó tessék, meg lehet csinálni. Na most akkor elkezdte mindenki mindenkit írtani, és akkor ott a Noéig ment a dolog, söprés izé, lepucolta az emberiséget. Azon most nagyon egyszerűen összefoglalok 5000 évet, vagy 6000 évet, Utána jön a törvénykorszaka. Azt mondja a Noénak, először a Noénak a törvényt, azt mondja, mert már régebben először azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, ez volt az első parancsolat, ez már Ádámnak is megkapta. A Noénak meg azt mondta, és ne ölj! A fele barátot, ha megölöd, akkor te is a kardáltal Ez a Noé törvény. És utána adta a Mózesnek pedig a, a hegyen a törvényt, hogy ne legyen idegen isteneid, ne lopj, ne paráználkod, még a paráznaság benne maradt, van a régi zsidó vicc ismered. Na mindegy, hogy le, sikerült lealkudni tízre, van egy rossz hírem, a paráznaság benne maradt. Tehát, tehát kapott, kapott, a, 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 kapott az emberiség törvény. Ugye a, a, lelki, amikor azt csinálsz, amit akarsz, az teljes kakofóniába fulladt, mindenki mindenki gyilkolászott, utána kapott törvényt, megmondta az úr, hogy mit lehet, mit nem az sem működött, mert mindenki megszegte valahol a izét, és van egy harmadik korszak, amikor Jézus Krisztusra hivatkozva azt mondtad, hogy megbocsájtást. Igaz, hogy egy szarházi, bocsánat, egy senkiházi vagy, de az Úrhoz fordulsz, a Jézushoz fordulsz, el, elhordozta bűneidet, szabadulj, ezt sokan elfelejtik, hogy szabadulj, megszabadít a bűneit, és hagyd de el, el kell hagyni a bűnöket, ezt nem lehet megúszni. Most erről van vita, Ilyen izé, hogy jaj, hát ezek is bűnös ember, de azért az úr szereti őket. Igen, szereti őket, hagyd el a bűnödet. Előtte is szeret téged, de a bűnt viszont nem viseli, tehát a bűnöddel elzárod magad az úrtól. Na most gyorsan mondom, és ez a kegyelmi korszak, ebben élünk most. És én kegyelmet kaptam, és ez örvendezik az ember, és, meg, és amikor kegyelmet kapsz, akkor még arra is rájöksz, hogy az még praktikus is, hogy kegyelmet kaptál, jobb lesz az életed. Megkérdezik, hogy miért nem öregszel rendesen. Azért, mert elhagytam a bűnöket, és az. Azt a, én úgy szoktam mondani, hogy Isten nem hülye, Szóval nem azért mondta, hogy ne csinálj dolgokat, mert, mert ő egy szadista valaki, aki nem akarja, hogy neked jó legyen, hanem pont azért mondta, hogy ne csináld azt, mert egyszerűen fogalmazva azért mondta, hogy feles, barátod feleségét ne kívánd, mert ha megkívánod, megcsinálod, a feleséged úgy pofán vág, hogy össze-vissza töröd magad. Tehát ő azért mondja, hogy ne kívánd a feleséget, nem azért, mert meg akar kínozni téged, hanem azért, mert azt akarja, hogy neked jó legyen, pont mert látom, túl sokat beszélek. Ha a kulturális vetületéről beszélünk a kereszténységnek, a, és visszatérve egy picit Európára, látható, hogy eleregedő társadalmak vannak, az úgynevezett tudományos szóval élve reprodukciós ráta nagyon alacsony. Uh -huh. Takács Tamás a reprodukciós átlag fölé, uh -huh. pozícionálta magát a három gyermekével Lentulai Krisztián az egy gyermekével alá, de a kettőnké még mindig rendben lenne átlag szempontjából. Hát ne, ne vigasztad magad, én még átlagos vagyok, mert mert a három gyerekem két nőtől van. Bocsánat, hát de most a bűneim, okay, jó, igen. Igen, most... tehát Én még csak a stagnálok, tehát kéne még egy-egy gyártani. Hú, a mostani feleségem na, kapok tőle, mert nem valószínű, de mindig szoktam őt vigasztalni, hogy, hogy Sárának és Ábraámnak is volt gyereke, de most már nekem kevésbé valószínű. De maradjunk a rátánál, tudományos beszédeknél. És amikor, amikor az én kimondom, a németek, amely nyilván a kontinens motorja, úgy döntöttek a Willkommens kultúra, hogy jöhetnek ide azok a külföldiek, akik nem is ehhez a kontinenshez tartoznak, mm. vallásilag pláne nem ide tartoznak, akkor viszont mi a helyzet azzal, hogy aki az iszlámot vallja, az beilleszkedni nem tud, és ha a beilleszkedés nem tudásáról Tum. beszélünk, az már kulturális kérdés. Mm. Mert ez egy befogadó kontinens, én azt gondolom és elfogad, igen, nem ez. csak befogadó, elfogadó is, tehát magával az iszlámot valló emberekkel ennek a kontinensnek nem lenne alapvetően baja. A beilleszkedés hiánya viszont már kulturális kérdés. Hát ez igen, ez még mindig, a, illetve már megint most a, 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 ez a zsidó-keresztény kultúrának nagyon komoly sajátja, még a, az ószövetségi kultúrának is sajátja, hogy a... a, a, a bánj jól a vagy a, bevándorló, akkor még nem bevándorlónak ki a vendég, vagy nem is tudom, hogy hívják. Ez egy, ez egy alapvető parancsolat volt, hogy jól kell bánni azokkal a, a jövevények, megvan jövevények. a bibliai szó, a jövevényekkel jól kell bánni, stb. stb. Ezt Jézus még meg is erősíti. Itt nem azzal van a probléma. Jó, ennek vannak gazdasági. De én nem vagyok közgazdász, nem akarok hülyeségeket mondani. Nyilván ennek van egy gazdasági haszna vagy haszontalansága, az rendben van. De miért nem tiltakozik például a, a társadalom a mondjuk a kínaiak bejövetelével, be vagy hogy mondjam so. Azért, mert a kínaiakat úgy látjuk, hogy dolgos, dolgos, emberek, tehát az, hogy most neki így áll a szeme, vagy valakinek amúgy áll a szeme, az igazán nem zavar téged, ameddig nem akar fölrobbantani, valami ilyen, Isten nevében elvágni a torkodat. Nőket nem tekintik másodra. igen, nem tekintik másodra, szóval nem mondják azt, hogy mit én olvastam a Koránt, szóval nem akarok itt izé húzós dolgok vannak. Mit, ha az asszonyod nem akar vele szerelmeskedni, akkor jó, meg kell verni, és akkor majd akarni fogsz. Tehát ilyet leírni egy szentkönyvbe, az... szóval én úgy szoktam mondani, hogy Jézus Krisztus nevében is kiirtottak fél, ö, ö, annak idején mondtam, a kereszténységének is vannak bűnei, fél, izéket, ö, földrészeket, de az biztos, hogy Jézus Krisztus soha nem mondott ilyet, hogy bárkit is van. soha életében, földi életében nem bántott senkit, nem egyszer fölborogatta az izéket, a, de akkor sem embereket bántott, hanem fölborogatta a pénzváltó asztalokat, de Soha életében nem adott ilyen. Az, az apostolokat időnként jól megverték, de ő sose vertek vissza senkit. Tehát a abszolút még a bárgyúság szintjén is nem voltak hajlandóak erőszakot alkalmazni. De a korámban viszont van erre való felhívás. Tehát azért mondanám, az annyira, és mi megszoktuk, hogy a vallások, általában izé a buddhisták és rendkívül békések. Az igaz keresztény is békés ember az igaz muszlim nem, nem igaz. Szóval van a kibúvói, tehát van olyan ige benne, hogy ameddig te, ti kevesebben vagytok, addig nem vagy köteles megverni a hitetlen gyaúrt, de ha többen vagy, akkor kötelességet fölszólítani, hogy vagy térjen igaz hitre, szerint igaz hitre, ha nem, akkor jól meg kell verni, vagy elvágni. Tehát ilyen parancsolatok, az nagyon durva. De ezt csak, befogom a számot, mert aztán nehogy kimenjek az utcára, és össze verjen valaki, úgyhogy már egy kis félelem is van abban, amit mondok, de, de nem tudok mit csinálni. Tehát itt, itt ezzel van a probléma, nem azzal, hogy milyen bőrszíne van. Tehát itt az a probléma, a kultúrával van probléma. Tehát nem a bőr, Isten ágya. Én, az én fiamat, az egyik fiam köraszülött volt, tehát egy sötétbőrű cigányasszony, aki doktornő volt, egy sötétbőrű roma doktornő, Doktornéni mentette az életét. Tehát ez És ért, rendkívül értékes élete van, és rendkívül értékesnek tartom azt a roma doktornénit, aki megmentette, nyomogatta a tüdejét a kis izé nulla null, napos fiamnak. Tehát itt, itt ez nem rasszizmus, hanem, 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 hanem bizonyos. Ö, tehát vannak bizonyos, vannak veszélyes nézetek, amik alapján, hogyha élnek emberek, és ránk és nem hajlandóak elfogadni a mi kultúrált törvényeinket, úgymond törvényeinket, mit más feleségét ne kíván, meg ilyesmi, akkor, akkor, az, akkor az ott nagyon komoly drámák lesznek. És ezzel ellen védekezni kell, szóval nincs mese. Nem egyszerű az ügy, és nem, nem, nem senkit, akinek ebben komoly döntéseket kell hozni, mert én innen könnyen dumcsizok a mit tudom, én, rádióban, mert nem én nekem kell döntenem, hogy ki jöhet, ki nem. És ezt megállapítani, ezt objektív, objektív mércéket állítani ez ügyben nem egyszerű feladat. Tehát divat néha cikizni a politikusokat, én én, 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 fordítva vagyok néha le a kalappal. Tehát még viccesen is szoktam mondani, hogy reggel, reggel hatkor nyéklátházán gyárat megnyitni öltönyben, azért az nem lett kis pálya. <laughs> Meg az se lett kis amikor mit tudom én azt mondják, hogy most föl kell ülnöd egy repülőtérre, és Putyinnal fogsz találkozni holnap, és akkor jó napot mondja neked, és mondod, jó napot. Hú, hát szóval ott, tár, ott, tárgyalni kell, mit tudom én, vagy, vagy a tök mindegy, hogy pártatlan legyek, vagy mit Trumpal, vagy mit le kell ülni világbirodalmak vezetőivel, és beszélgetni kell velük, és mondani, hogy neked mi az álláspontod. Hát neked mi az álláspontod? Minden szíves, szabatosan és angol. És ezt angol, igen, szóval azért, azért ezek nem kispályás dolgok, törvényeket hozni, nem kis pályás dolog, úgyhogy én, én megpróbálok némi távolságot tartani. De akkor egy nagyon én... szűk kisebbséghez tartozol, mert a mai magyar kor társadalma ilyen bizalmi indexek, meg elfogadás, megvetés skálán nagyon az alsó régióba teszi a politikus. Hát pedig az nagyon kemény dolog. Szóval ez, figyelj, egy kicsit most csapongok, de ez olyan, mint a régen meg a futballhoz értett mindenki, tudod, és mindenki hülye, meg mit, hát azért biztos, hogy persze tudjuk, hogy politikusok között is vannak egészen gátlástalan gazemberek, meg mit, de de azért, azért nagyrészt nagy azért ez egy értelmiségi által, tehát ott ész őszné kell lenni. Tehát, hogyha valamire, szóval izénél a, mit tudom én, a mafia összekötőnél följebb akarsz kerülni, vagy mit minél, akkor, akkor ott toppon kell lenni agyilag. Tehát azért, szóval hogy szokták mondani, hogy fú, milyen jól keresnek ezek. Hát figyelj, de meg, meg ott meló van, ott nincs izé. Én, én hátra dőlök, és jó, mit tudom én, nézem a tévét esténként otthon. De most képzeld el, hogy már nekem reggel beszédet kéne mondanom a, tudom én, Kossuth rádióba reggel 6 órakor, vagy 8 órakor olyan ügyekbe, amiket, hogyha hülyeséget mondok, akkor azonnal a nyakamat vágja el mindenki. Tehát ott nagyon toppon kell lenni már, bocsánat. Hát Akár... most, bocsánat, itt volt legutóbb ez a pedofil izé, hogy aláírta. Hát az, hogy mit írsz alá, hát életedben semmi rosszat nem tettél, csak valamit 30 lap közül egy olyat is oda csúsztattak. Most nem tudom, hogy történt, tehát távol ez csak, hogy oda raknak egy olyat is, amit jó van, a hát 34. aláírás, fogalmat sincs mi. Jó, szomorú, miért nem volt fogalma, hogy tehát, hogyha ellenségesen állok, Igen, csak egy ilyen, egy ilyen, olvas el, momentum, vagy egy ilyen pillanat, egy teljes véged, életművet. Igen, Ma már nem arról beszélünk, hogy a volt köztársasági elnök milyen érdemekkel rendelkezett. Igen, véged van. Egyébként sok érdemmel rendelkezett. Hát, azért, azért mondom, hogy nem, én nem ismerem őt, de hogy, hogy biztos nevet hülye gyerek, aki év elkövet. Tehát itt olyan, arra, most arra mondtam, nem is akarok napi politikai ügyekbe belemenni, hanem itt nagyon toppon kell lenni, tehát itt, itt nagyon szem előtt van az ember, mert én hivatkozhatok arra, hogy egy hülye roxztár vagyok, össze-vissza beszéltem. De mondjuk egy, egy miniszter vagy egy miniszterelnök nem beszélhet hülyeségeket, mert vége, akkor köszönöm szépen viszontlátásra. Mit tudom én, hogy régieket mondja, volt egy régi miniszterelnökük, aki azt mondta, hogy hogy ezt a humor, ki sem mondom a csúnya szót, prostituált ország, a saját országát, amelyik őt meg, megválaszt, a bizalmat fejezett belé egy ország, és azt lehúrvázza. Nem mondtam K ugye? Tehát, hát Ebben a műsorban mondhatsz, csak a saját munkta, mércét szerint nem a nem. De hát ő ezt mondta, tehát idézni, pro... Hát ilyet nem mondhatsz. Még a WC-n se, mert, ott fél, mert a wc lehet, hogy be van kamerázva a wc Ez, hogyha te vagy egy országnak az igazságügyminisztere, vagy minisztere, vagy miniszterelnöke, lehet, hogy a wc is be van. Közszereplő van erető. Na, nagyon kemény dolog. Nem ingyen, nem, szóval nem munkanélkül keresik a pénzüket. Végeztem. Takás Tamás, <laughs> Takás Tamás hogyan érzi magát a mai Magyarországon? kétféle válasz, lehet, hogy egy lesz a válaszod, de két dimenzióban kérdezem, hogy érzed magad a bőrödben szimpati emberként, és hogy érzed állampolgár. Én egy kisebbségi típus vagyok, úgy látszik, mert én nagyon jól érzem magam, nem tudom, jó, mi, mi vesz körül. Én, én nekem nagyon szé én ezt most előjön belőlem a hívő ember, minden dicsőség az úré, tehát én egy nagyon nagy mázlista vagyok, képzelj el egy embert, én vagyok, most magamról beszélek, képzelj el egy embert aki 66 évesen még mindig egészséges, most a, a, a nagy dolgokról, meg ne, csodálatos feleségem van, ő is egészséges, csodálatos gyerekeim vannak, ők is egészségesek. Ö, már két unokám, az nem vér szerinti, a feleség, új feleségem unokája, a legvégső feleségem, ő is hívő ember, tehát tudja, hogy mi már szét nem megyünk. Ásó kapa, majd. De akkor megint találkozunk odá tehát egészséges gyerekeim vannak, képzeld hogy reggel úgy kelek föl, hogyha nincs, nem tudok menni dolgozni, tehát nincs koncertem, akkor szomorkodok, és ha mehetek dolgozni, akkor én em, szoktam ezért is hálát adni, hogy emberek milliárdjai mennek úgy dolgozni, hogy franc essen bele már megint dolgozni kell menni. Én meg fölpattolok, és azt mondom, hogy hú, de jó, dolgoznom kell. Ma dolgozni megyek, jövök be a hírrádióba. Ha, yes! na mindegy csak, hogy a, most viccelődök, de, de hogy, hogy, olyan munkám van, amit szeretek. Ez egy óriási áldás. Gondoljatok bele, emberek. Ez egy óriási áldás. Azt, az a munkám, amit szeretek. Abból élek meg, amit szeretek csinálni. Nem, ha nem a másból élnék, egyébként tanítóbácsi lennék, ha másból élnék, akkor, akkor is esténként elmennék zenélni a haverokkal, és így még meg is élete. Tehát én, amennyi földi boldogság van, én boldog -em. Totál jó. Nekem totál jó. És ezt, ezt mind visszaeredezteted a Jóistenhez? Mert, hát ő hiába, kelljen, mert hiába te vagy tehetséges, de azt is onnan kaptad. Azt egyrészt a tehetséget is tőle kaptam. Az, hogy Mázlin volt, én ismerek rengeteg tehetséges zenészt, aki soha nem vitte semmire, mert nem volt éppen jó helyen, jó időben. Tehát ehhez is ha nem vagy hívő, akkor mond mázlinak. Tehát, hogy má mázli, hiá, a rommá gyakorolhatod magad, sose leszel. Ha nem, nem, vagy, nincs mázlid, vagy én már áldásnak nevezem, ha nincs rajtad áldás, akkor rommá gyakorolhatod magad zongorán, sose lesz belőle egy zongorista. Ha, nem, ha ezt valahol el nem döntik, hogy na jó, legyen ő zongorista. <laughs> nem tudom csapogok, nagyon izgalmas kérdések ezek, és azért jó, hogy így beszélgetünk ezekről. És jön a feketeleves, leves, ha egy van a kezemben, é, a nézőim így. már tudják, hogy jön a játék, a személyeskedő rovat, nem kell tőle félni, személy neveket fogsz Tomikám hallani. A feladatod az lesz, és ez szigorú játék, inni már nem tudsz, pedig látom, szükséged lenne rá. Ne, szárazra, rojtosra ja, de most, beszéltem most a számat, kérem, igen. Én sem tudnék már mit nagyon igen? felajánlani neked. Az, a, az elhangzott nevek után a legelső gondolat, ami a szeméről eszedbe jut, azt mondd bele a mikrofonba, de nem sztorizhatsz, Jó. hanem jellemzés, egy, egy, egy mondat, mondat egy-két mondat. mondat maximum nem, nem kalandozhatsz el. Jó. Majd én ezt szigorúan figyelni fogom. Bors Enő. Szerintem ő volt, aki mondta, hogy nem kéne ugrálnom annyit. Pont beletaláltam. Lehet, hogy beletaláltál, igen. Bors, ilyen Ó, Isten. Erdős Péter. Erdős Péter, hát sokat rögt. Én már tudtam rajta röhögni. Bétót László. Bétót Lászlóval rendben vagyok, mint máig. Nincs vele semmi bajom. Boros Lajos. Boros Lajos, egyszer ordítoztam vele, Ö, mert mondta, hogy, hogy, hogy de ez egy a, 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 sztori. Az röviden. Az ízlemezt csináltuk a szerelem sivatag című ízlemez mondta, hogy sajnos ez nagyon nagy üzleti bukta itt még nem kezdtem ordítani. Az. Igen, az egy üzleti bukta volt, mert csak mit, 30 ezer példány számban fogyott el, és akkor mondta, hogy miért nem próbáltok inkább valami olyasmit csinálni, mint a Kraftwerk, vagy a, nem azt az erdős mondta, vagy mint a Zizi labor, vagy valami ilyesmi, és akkor elkezdtem ordítani. Mondtam, hogy Mócának, hogy most azonnal menjünk innen. De jó, mindegy, Boros Lajos, Isten áldja őt, igen. Nagy Feró. Nagy édes pofa, Nagy Hát, eh, ahhoz képest, hogy milyen gyenge énekes, nagyon jó ember, tehát, hogy nagyon nagy eh, eh, a showman, showman, igen. Csepregi Éva. Csepregi Éva. Én most már mindenkit szeretek. A Csepregi Éva is nagyon aranyos. De jó, és nem is énekel olyan rosszul, mint kiskoromban hittem. Konzsuzsa. Konzsuzsa, az nagyon szép. A konzsuzsa egy okos asszony ő egy okos asszony, mert mindig a jó utat választ. Tehát, hogy nem ment el soha ilyen esztrádba, hanem mindig, mit tudom én, József Attila verseket énekelt, meg Bródi János szövegeket. Tehát, hogy ő egy, egy karakter, egy ilyen, egy ilyen, ő mindig, a szakmában néha rossz indulatok hívják öreg asszonynak is, hogy mindig kívül áll, nem járt mulatozni. Hát, ha őt kérdezné meg, hogy ez magát ele Magyarországon, elegáns. Ő, ő biztos, hogy sopánkodna, hogy milyen Hát mert régen még jobb volt neki, de, de, de most se rossz neki. Hát most Kohl figyelj, sportarénákat csinál, hát most, mi ne, most miért síránkozik? Szörényi Levente. Szörényi Levente a legjobb magyar énekes. A, a legjobb magyar énekes. Két, két óriása van szerintem a magyar popzenének, technikailag értem. A két legjobb énekes az a Demjén Rózsi és a Szörényi Levente. Egyszerűen a alap. Tehát olyan, mint a Bill a világban. Bródi János. Bródi János. Csodálatos, egy nagyon nagyszerű szövegíró, kettő multi-instrumentalista, ő meg olyan, csak hála Istennek él, ő meg olyan, mint a Rolling stones volt a Brian Jones, hogy semmi nem játszik jól, nem is tud nagyon énekelni, de hogy mindenem picit, és viszont az a, a, a szövegei meg átjönnek. Szöveg, bármi még ha ellenzéki, akkor is jó szövegek. Ellen, ellenzékiként is jó szövegeket ír. Kóbor János. A Kóbor János volt életem legnagyobb meglepetése. A Kóbor Jánosról mindig azt hittem, hogy egy ilyen gyerek annál értelmesebb, higgadtabb, úriemberebb embert keveset ismertem a világon. A Kóbor János igazi úriember volt, és rendkívül intelligens volt. Schuster Lorand. Schuster loránnak mindenki bunkó, a Schuster lorán szerint mindenki hülye, de a Schuster Loránt, én mindenkit szeretek, Schuster Loránt is aranyos, én meg szoktam verni a, veregetni a vállát, és mondom, hogy főnök, nagyon jó fej vagy, bár az antiszemitizmusból kicsit visszavehetnél. Varga János. Varga Jani az én gitáros barátom, szuperlatívuszok. Magyarország legjobb, egyik legjobb gitárosa, mert a egy rossz. Varga Jani egy angyal, emberileg egy angyalka, tök mindegy, a blues-tól az indiai zenéig bármi így ki a kisújából. Sziget... vagyok. Szigeti Ferenc. A legjobb főnököm, aki vala volt, oda kell figyelni rá, hogy ne, mert hajlamos egyeduralkodóvá válni, de akkor lecikizzük, és akkor visszavesz egy kicsit, de kiváló zenész és üzletember. Német Loizi. Német Loizival nekem kevés ö, ö, kapcsolatom van, de a német lojzi egy igazi becsületes úriember. Ő egy úriember, és ő is úgy tudom, hogy kiváló zenekarvezető. Tehát, hogy hívják ezt? Szóval mindenre kiterjedő figyelemmel rendelkező, higgat úriember. Horváth Charlie. Horváth Charlie a legjobb haverom. Idős, már nem a legjobb haverom, mert idősebb nálam sokkal, de mindig egy kicsit van egy ilyen atyai viszonyvel, hogy na kis csávó, jó voltál. És akkor mondom, hogy ah, yes. oh, Tényleg, szerintet, tényleg jó voltam? És mondja, hogy igen, jó volt, jó volt, kis te, kis te. És nagyon szeretem a csállít. Tátrai Tibor. Tátrai Tibor, az, az egy érdekes fazon. A Tátrai Tibor, én annak idején mindig Tátrai Tibor rajongó voltam, mikor én kicsi voltam, szíriuszos voltam, és akkor volt egy olyan, hogy Barta Tomi rajongók voltak meg Tátrai rajongók, és én Tátrai rajongó voltam és azóta nyilván már ismerjük egymást, haverok vagyunk, és az, hogy ő a barátnak tekint engem, az nekem hihetetlen megtiszteltetés. A legnagyobb magyar gitáros. Hobó. A hobóval most ismerkedtem meg két hete, és rájöttem. Arról van meg. felvétel is, igen, igen, ő... igen, igen, Én lépott. már találkoztam vele, tehát de még de sose... hogy a túróba történhet, Sose tudtunk beszélgetni. Mindig voltak körülöttünk. A, 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 hobó az egy morcos ember, úgy, úgy szerintem. Ő egy morcos típusú ember és én meg ilyen szófosó vagyok, és akkor, és akkor szerintem... Ez a két világ nehezen tud Igen, mi, mi, nehezen találkoztunk. Találkoztunk már, és, és, én meghívtam, én voltam a Rolling Stones, mi a Dirty Blues band a Rolling Stones előzenekara, és én meghívtam, mert úgy gondoltam a hobbot hogy úgy gondolom, hogy neki ott helye van, úgy gondoltuk a Brádi Marcival, aki menedzselt minket, és őt is akkor. Sajnos elhunyt a Covid-ban, de... Ö, ö, tehát a, a, hobóval mostanáig, most beszélgettem életembe először, és, 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 nem lepődtem meg, mert tudtam, hogy intelligens ember, de hogy ilyen kedves is tud lenni, szerintem neki jót tesz, ahogy öregedett, hogy kedves emberré vált. Említetted ugyan, de legyen itt is helye Demjén Ferenc. Demjén Ferenc UFO, Ő konkrétan, tehát ő valahogy lekerült ide a földre, mert, mert és, és hát ahogy énekel, az, az, az egészen földön túli. Nem tudok rövid lenni. Az, én már hallottam mit a Demi nótát, a, a Sajtból van a hol és Bergen, rájöttem, ugye? igen, a Sajtból van a hol című dalt, valamelyik zenekar elénekelt, és rájöttem, hogy ennél hülyébb, butább szöveget még kevesebb hallottam, de erre nem jöttem rá 30 évig, mert amikor a Demi Rózsi énekli el, akkor meghatódok. Tehát, hogy akkor átérzem, hogy tényleg a kis kutyagyerekek ugatják a holdat, és igenis a sajtból van, és, ez izé, és ezt tehát ezt ő, ő úgy át tud élni, hogy még a legegyszerűbb szövegetől is meghatódsz, mert annyira áthat mindent a, az ő személyisége, ami fölemel, a leghétköznapi dolgokat is fölemeli a földről. Azért én szoktam mondani, hogy ufó. Tehát nem is tudom, hogy hogy, hogy került ide. Somlajos. Somlajos. Somlajos nekem egy igaz ilyen apafigura volt és meggyőződésem, hogy ő nem sose, én, én, én vele töltöttem tíz Itt évet, sose. Egyébként a... Én vele töltöttem, Úgy mit, öt-hat évvel. így mutatom. Igen. Itt van. A Lajos ugye mondták, hogy halára itta magát meg, és mi szerintem ez valami hülyeség, és nem akarom feszegetni, de valami nagyon titkos dolgok lehetnek a háttérbe. Mert a Lajos volt mindig az az ember, aki... mi Én voltam, nem, kell, nem véletlenül kellett megtérnem, mert én voltam, én meg a Szekeres mulatoztuk magunkat, és a Som Lajos volt az, aki mindig vigyázott ránk. Tamás, ne te... A csajok igyanak, ne te igyál, hanem... Ezt igyan... mondta Som. Ezt mondta a Som, Igen. De hogy pont ő. Pont mert ő. Azért... Na, de azért mondom, hogy ez egy tévhit, szerintem, hogy a Lajos izé Alkesz volt. Ott valami, egyik hétről szerintem kiütötték az agyát valakik, tehát, hogy ő egyik hétről a másikra golyózott be, és szerintem ott valami nagyon nem tudom, mi volt a háttérbe, de hogy ő, ő, nem mondom, nem volt anti-Alkesz, ilyen, mit tudom én, vodkát ivott tonikkal, vagy ilyesmi, de hogy mondom, ezt megismételni tudom, hogy, hogy ő vigyázott ránk, tehát, hogy okay. ő egy ilyen atyafigura volt. Révés Sándor Révés Sándor a Révés Sándor az Szintén egy másik ufó típusú ember. Ő egy Sándor. másik ufó egyébként. Igen, én, én nekem sok nem személyesen én nagyon sokáig nem ismertem meg. Személyesen volt bajom vele az, hogy állandóan hozzá hasonlítottak ti fiatal Hunédzser koromba, és mindig ez ellen kellett tiltakozni, hogy azért, mert én nem basszus hangon énekelek, és nincs nagy pocakom, Attól még nem hasonlítok neki, ilyen éles, erős arcére van, nekem meg Tudcsi orrom van, és tök más típusúak vagyunk, de állandóan a révéssel jöttek, amiről ő nem tehet, de mindig ideges lettem meg persze sógorok is voltunk többszörösen, de mindig azzal, meg a, mindig, azzal, jöttek, hogy hú, jobb vagy, mint a révésztől, és mondtam, vagy akkor most öltöz fel, meg és menj a rá... van a probléma gyökere. A... Van rá egy kifejezés hogy milyen sógorság ez, Igen. de ha többszörösen voltak, akkor többszörösen megvan a probléma gyökere. Há persze, tehát, hogy de egyébként mióta ismerem, és nem olyan régen ismerem, mint gondolnák az emberek, azóta nagyon jó, mindig nagy örömmel üdvözöljük egymást. De egy távoli figurat kétségtelenül Ne, hozzá és is nehéz közel kerülni. Keresztes Ildikó. Keresztes Ildikó, az meg könnyű közel Nem volt hozzá semmilyen szexuális, nem úgy értem. Ő a női takár ő, ő igen, tehát, hogy igen, tud szót fosni, nagyokat lehet vele mulatni, meg izé, csapkodjuk egymás hátát. Ő hasonlít rá, egyébként ő nőben hasonlít én rám, igen. Lár András. Lár András, hát az egy nagyon vicces figura. De hát nem tudom. Szóval az, az, az arca, hogy ő előadja egyébként rendkívül tehetséges pasas, biztos mit, buddhistaként is jelentős, de tőlem távol áll a buddhizmus. Egy, egy, egy nagyon, 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 kreatív pasas. Varga Miklós. Varga Miki az haver, hát ő, az én istálom, vagy hogy ö, ö, mi egy akol Egy akkol, igen. A Varga Mikivel egy idősek vagyunk. Azt hiszem egy évvel idősebb nálam, de abban vagyunk egy akol hogy mi is ilyen, mi az első nemzedék utáni nemzedék vagyunk, amikor így, így, mi így bekerültünk, mint ifjú titánok a, a, a magyar popzene egére, fölkerültünk. Már a nagy generáció után utáni, igen, igen, igen. Tehát, hogy a nagy generáció után mi voltunk a következő generáció. Ezért ilyen rokon, rengeteg közös házibuli, együtt mulatozás, ledzepelin nóták visítozása, és így, tehát mi az a, az a generáció vagyunk, akik a ledzepelinen és a, mit tudom én, a journey nőttünk föl. Viki Vikidágyula, Viki ő egy korábbi generáció. A Gyula egy ilyen kicsit robosztus, valaki, de amikor, amikor én tinédzser voltam, akkor a lányok mind piramisra jártak, és mi fiúk pedig p mobilra jártunk. Yeah! Mert az volt a férfias, és a, a Vicky ilyen, egy ilyen igazi férfias típus. Kicsit búfordi, de férfias és kemény. Ő egy igazi rocker énekes. Geszti Péter. Geszti Péternél okosabb, kevés. Ő egy a, a, a persze nem olyan kvalitású, mint a, a Nick már mármint, hogy nem hasonlít rá, meg nem izé, de, de az, amit a Nick Jägerbe irigyelek, a, azt a Gesztibe is azt irigyelem, hogy a, a, gazdasági értelem és a művészi értelem egy, mert általában az szokott lenni, hogy valaki vagy gazdaságilag tök hülye, viszont nagy művész, vagy szar művész, de gazdaságilag jó. Az, hogy valaki egyszerre jó művész és okos is, az én csak úgy tudom, hogy a Geszti van ilyen, meg a, meg a Mick Jagger. Gangsta Zoli. A gangsta Zoli a haverom, mindig szoktuk egymást cikizni, mert én nem beszélek csúnyán, ő meg abból él, és akkor mindig le lecikizem, és akkor a gangsta mindig mondja, hogy hallom, cikiztél, mondom, hát igen. Mondom, mert szar az, amit csinálsz, és erre azt mondja nekem, hogy tudom, de jól élek belőle. Mondom, jó, akkor ígyunk egy sört, és tehát froclizzuk egymást, de szeret, szeretet van, mert a gangsta Zoli, ha valaki nem tudná, a gangsta Zoli egy nagyon értelmes és jól nevelt figura. Majka. Majkát nem ismer, ismerem, már találkoztunk, de még sose beszélgettem egy perc. Jönnek egy picit fiatalabb korosztályból, Aha. Ákos. Ákos, ákos nagy rajongom. Nagyon, én, ő nagyon tisztel engem. Én, én nem voltam, én depes mód ellenes voltam annak idején, tehát én nem szerettem a depes módot, és így aztán meg az utánzatát pláne nem szerettem. Csak aztán neki De az Ákos de nagyon, komoly rokkos igen, a, 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 Hát a a rokkos, ő, ő, sose lesz. Szerintem, nehogy megsértődjön, mert nem bántásból mondom, az Ákos soha nem lesz rocker, mert nem, nem, az, a, nem az, a, típus. Hát ha, ha, próbálna is rocker lenni, nem menne neki, mert nem, egyszerűen nem az a típus. Ő inkább a az, a, az ami a Peter Gabriel, ez az art rockban, az, ami letesz valami, Peter Gabriel, Genesis, yes, ezek a izék, nyilván más hangfekvés, de most nem menjünk részletekbe. Az a lényeg, hogy a, a, az Ákos egy, egy nagyon, ő az ellen, totális az ellentettem, ő megbízható, ő mindig tudja, mit miért csinál, ő okos, és ettől nem lesz rocker soha, mert <laughs> nincs benne féktelenség. Kihon számolva. Igen, számolva. egy kicsit kiszámított, de, de nagyon, 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 komoly művész. Nagyon komoly művész. Rúzsa Magdi. Rúzsa Magdit, ez jó, nem mondok, hát az kész. A Rúzsa Magdi, úgy, ahogy van jó a Rúzsa Magdi. Egyszer, egyszer mondtam neki, nem tudom, mennyi időnk van, egyszer mondtam neki, beszélgettünk, és mondtam neki, hogy, hogy nekem egy probléma, én ilyen kritikus vagyok, de egy mentségem van, hogy magammal szemben is kritikus vagyok. Mondom, egy, mondom, a legvidám dalodban is mindig van egy kis szomorúság. Azt mondod, hogy Tomi, hogyha te úgy nőttél volna fel, hogy néha kinézel, hogy nem tudod, hogy, hogy eltalál-e most az a repülő, vagy az a helikopter a házatokat eltalálja -e. öt éves korodban, ebben nőttél volna föl, akkor lehet, hogy neked is lenne egy kis szomorúság a hangodban. És akkor mondtam, hogy Magnikám, teljesen igazad van, értelek. Pataki Attila. Pataki Attila. Hát, az Attila, nagyon, nagyon kölcsönös tiszteletben, és, és, és hogy mondjam, nyilván ő idősebb nálam, tehát én vagyok az, aki előre köszönök neki, de, 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 úgy igazán nem voltunk sose, nem lettünk soha haverok. Van egy ilyen kis furcsa távolság köztünk, ami nem a szeretet hiányából fakad, csak más világ vagyunk. Zámbó Jimmy. A Zámbó Jimmy, ő a másik nagy rajongom volt a, a, két, a szakmában két rajongót ismerek, aki nagyon szeret, jobban szeretett ők engem, mint én őket, az, a, az egy az Ákos, a másik a Zámbó Jimmy. A Zámbó Jimmyvel vel ilyen, ilyen ő vele is egyívás, egy, 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 évben születtünk, azt hiszem, de ő mindig úgy jött, mintha én lennék az ő főnök. És mondtam, hogy Jimmy kém, ne hülyeské, a magad, a magad műfajában te vagy a legnagyobb. Le, de te meg a rockban vagy a király. Mondom, te meg a Mit, mit, csinálsz ez a, ez a nem tudom. Lehel, amit. ma Igen, értünk. mert nem, ő nem volt lakodalmas, nem. De, de inkább magyarba volt az, mint mit tudom én, a Engelberg Hamperling, vagy a Tom Jones, vagy a, van ez a fajta hollywoodi zene, amit, amit ez a öltönyös, nem rockerek ezek, hanem ez az a Tom Jones, ez volt az Ámbó és ilyenre szükség van a minden országban. Lukács Laci tankcsapda. Lukács Laci tankcsapda, vele se semmiféle, vele még, Többször találkoztunk már életünkbe, de még soha nem beszélgettem a Lukás Lacival. Tehát nem, nem, nem azért, mert nem akartunk, hanem nem tudunk valamiért. És akkor itt most kétségeim lesznek két név a végén, hogy egyáltalán tudod, akikről van szó. Maiak, nagyon fiatalok, nagyon társadalomkritikusak, Krúbi és Azaria. Egybe mondom a, a Krúbi, A Krúbiról Krubi, fogalmam sincs, okay. életemben nem hallottam Krúbit. Az Azariak meg egy nagyon izgalmas Arról meg tudok tölteni még egy tíz percet, mert, egy, mert az azariakot sem ismertem, tehát életemben nem hallottam róla, és akkor most hallottam, hogy valami népstadionba fog játszani, és mondom, Három. ki az? Három népstadionba fog játszani, hogy mondom, az meg kicsoda. És egyből fölmentem az internetre, a, az egyik lányom azt mondta, hogy hát ügyes gyerek, a másik lányom, nem ismered? Mondom, ne. A fiaim mondták, hogy nem tudják. Már a fiaid sem. A fiaim, a 27 éves fiam nem tudta már ki az, és akkor fölmentem az internetre, és megnéztem. Kérlek szépen, egy, ö, ö, azt rögtön levettem, hogy regi. Tehát alapvetően regi, is alapra megy valami. Izé. Az első, amit észrevettem, hogy egy kukkot nem értek abból, amit énekel, tehát ö, fogalmam sincs. De a másik viszont, amit észre... Ja, a másik fölnent a Reptér című számot elénekelte egy szál akusztikus gitárral, és ott konstatáltam, hogy egy tud énekelni, kettő még gitározni is úgy, ahogy tud. Én nem tudok úgy gitározni. És egész jó az a nóta, ahogy ő énekli. Az eredetiét sose szerettem. A... Isten bocsánat, nagyon szeretem a Gyuri bácsit, de azt, ahogy, ahogy ő énekel, azt sose szerettem, azt tőlem távol állt, az olyan zámból is. De az azariak el tudja szépen énekelni azt a nótát, tehát tud énekelni. Az, hogy a saját nótáinak nem értem a szövegét, és mondták, hogy azért, mert nem is mindig magyarul énekel, mondom, azt se vettem észre. Milyen... Igen. Ja, igen. Tehát úgy énekel, hogy <síns> love you, mert veled. Mi baja van? De zeneileg, de most rosszul csináltam, mert nem nem hamis, tehát tiszta, jó, biztos, ma már autótyúnok is vannak, de tisztán énekel, de hogy egy kukot se értek belőle, azt tudti. És akkor mitől, és akkor mondja, hogy de jó, mitől ez a szar, mitől híres? Mondom, egy nem szar, már bocsánat, nem, nem olyan rossz az, mert a regit szeretem kicsit reppel is benne, minden csinál, ami divatos, sőt, nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, még egy kis arab dallamvezetés is van benne néha, lehet, hogy a, az iszlám aktivizálta valahonnan de csak viccelek, szerintem lehet. Ledzel... Én, én, ha gonosz vagyok, lakodalmas műezzinnek hívom. Lakodalmas, ez gonosz vagy. Tehát, de, de, van benne valami, szerintem az, én gyanakszom, hogy lehet, hogy lehetett ő valamikor gyerekkorában ledzepelin. A igen Igen, ilyen ledzepelin izé, tehát, f, 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 tehát, azért van benne egy pici rockervél, és a másik nagyon egyszerű, hogy miért sikeres. Azért, amiért én, <laughs> a Beatles, a Rolling Stones, meg én, meg ő is. Nagyon egyszerű. Nézd meg a mai. a mai. mai korszellemet. Nem, a pop, pop szakmát. Minimum 40 éves mindenki. Minimum 40. Éves. A, legfi, a legfiatalabbak izé kedvence is. Most nem akarok neveket, mert nem cikizni jöttem ide senki. A legfiatalabb állítólagos fiatal zenekar kedvenceket is. De mondok egy-kettőt, óriási a belga, vagy óriási, mindegyik 40 fölött van. Nincs Magyarországon, nem volt legalábbis mostanáig olyan sztár, aki 22 éves lenne. Huszon, pedig 22 évesen kell befutni. A, azért emlegettem a Bitlist-t. A, a John Lennon is hát, 22 évesen. Hát a, a, a a John a Lennon is volt. 22 évesen futott be. A Takás Tamás is 22 évesen futott be a Mick Jagger 21 évesen futott be, akkor aki korábban az kicsit, mint a Michael Jackson, kicsit sérült lesz, aki később, az meg már öregek. Tehát nem, nem várhatod el egy 16 éves kislánytól, bármilyen jól énekel ez a szerencsétlen Takács Tamás, de nem várhatod el egy, meg jól néz ki viszonylag, hogy egy 16 éves kislánytól, vagy egy, nem várhatod el, hogy fölrakja a falára a nagyferót, vagy a Takácsot. Mit keres az ott? Ez 100 éves öreg bácsik. Ő egy 22 éves fiút akar, tök mindegy, milyen zenét játszik, 20-22 éves fiút akar fölrakni a falára. Nagy Én jó, is a 22 éves Robert Plentet raktam föl a falamra, igen. nem Volt a Karályi Katalin. Takács Tamás rakta fel a fiatal lányokat a falra... Nem, most a fiatal lányok engem raktak föl a falra, amikor én is annyi idős voltam, mint az azariak. Most az azariak. Nem ki jól. Az most az azariak teszik föl. Teljesen értem, hát, mintha kimaradt volna egy teljes generáció. Egy, egy teljes generáció mi? kimaradt, popikon. és most popikon, nem volt popikonjuk. Hú, tíz éve nincs popikonjuk a izé. Most nem akarok senkit megbántani, mit a majkát tegye föl. Hát de a majka is 30 plusz. Azért nem, mondom, vagy... jó, azért mondom, hogy tehát ezek 40 pluszos emberek a mai sztárok, és végre valaki 20 éves. Végre valaki 20 éves, az egy óriási fegyvertény. Ennek a szakmának, vagy ennek része az ifjúság. Takács Tamás volt a mai bezzeg vendége, a Szenátor zenekar, az ist és a Kártágó zenekarok, valamint a Takács Tamás Blues Band énekesen névadója. Köszönöm szépen, Tom, hogy itt voltál, és tudtunk nem csak zenéről beszélgetni, én örömmel. Vettem itt részt ebben Én is szépen. remélem, hogy nem sértettem meg mindenkit, mert Ez lehet, a játék nekem annyi... alkalmas rá, de azt gondolom, hogy nagyon jó fénymódon válaszol. Köszönöm szépen. Egy-két múlva, ismét én a Bezzek, sziasztok!